Csak hisz én, ott leszek, ha baj van, megvédlek, ne félj, ne félj. Az a dolgom, hogy mindig segítsek, indulok, ha kérek. Ne... Leszi. Pókcsípés. Köszi, Leszi! Komolyan? Ez nem volt szép! Köszönöm! Mi van? Útmunkálatok folynak. Hagyja, majd én felteszem. Köszönöm. El se hiszem, hogy végre kitakarítottuk ezt a szobát. Nélküled nem sikerült volna. Örömmel segítettem. Majd elfelejtettem. Van itt valami Zoe-nak és Harvey-nak. Van itt valahol egy doboz. Abba pakoltam. Csak apróságok, amik gondoltam tetszenének a gyerekeknek. Nagyon kedves. Ők ketten jelentik nekem a világot. Na, hova tettem azt a dobozt? Vajon mi ütött belé? Ki tudja? Gyerünk, mutasd! És most, barátaim, a pillanat, amelyre oly régóta vártok. Tadá! Szóval, ki akar pizzát? Looper barátom, azt hiszem, ez nagyon fog ízleni. Hé, srácok! Srácok! Ez hihetetlen. Egy doboz volt tele régi képeslapokkal és szuvenírekkel, de azt hiszem, a gyerekek örülnének neki. Lehet, hogy ide esett mögé. Valami megcsípett. Hadd nézzem. Megnézem, mi van mögötte. Ne. Jól van. Először meg kell fognom azt a kis pókot, azután foglalkozom magával. Itt van a jegyet, fiam. Hello, uram, szeretné megnézni a kószáló fakalózokat? Én ugyan nem. Két jegyet kérek a gyerekeknek. Mi királyabb a kószáló kalózoknál? Megvettem az új képregényt. Gonril végre szembe fog nézni Dark Cutter seregével. Ha! Ne mondd el! Gyerekek, tessék, két jegy a fabanditákra. Kalózok, kószáló fakalózok. Bocsánat. Köszönöm. Apa. Leszi velem jön a postára, felveszünk pár dolgot, amit anya rendelt. Pár óra múlva találkozunk. Oké, apa, gyere. Zoe, várj! Erre van! Nézzétek! Ugye tudod, hogy nem igazi? Tudom, de nem gyönyörű. Leszinek fogom adni. Adhattunk volna neki pizzát, ha nem járkáltad volna össze. Nem örülne jobban virágnak? Miért nem szedsz neki virágot? Nem. Megszerezzük azt a képet. Hogy fogod leszedni? Van egy ötletem, szerezünk még egy pizzát, azután kitaláljuk. Nem.
nem, csak felmegyek és leszedem. Nem tudtam, hogy ilyen nagy. Van bent még egy. Szia! Jó sok holmit rendeltél. Mi a helyzet? Mrs. Leet megcsípte egy fekete özvegy. És az ellenméreg valahol a szállítmányban van. 6 kicsi zöld dobozt keres. Műanyag csomagolással. Meg lesz. Elviszem. Köszönöm. Minél előbb, annál jobb. Az ő korában ez nagyon-nagyon komoly lehet. Szeretlek. Siess! Szóval Graham elhozza az ellenmérget? Hogy hallotta? Nem hallottam, de ha nálad lenne az ellenméreg, már régen beadtad volna. Egy fekete özvegy volt, nem igaz? Igen. Tudom, hogy fáj, de nem halálos. Ha nem vagy túl fiatal, vagy túl öreg. Nem igaz, drágám? Pihenjen csak. Minden rendben lesz. Olyan nagy baj, hogy lemaradtunk a filmről, nem igaz, Harvey? A legfontosabb, hogy megmentsük Mrs. Leet. Meg fog gyógyulni, igaz, apa? Persze, kicsim. Oda visszük az ellenmérget, és minden rendben lesz. Ó! Ó, ne! Apa! Meddig tart még? Legalább egy óra. Mindkét irányba le van zárva. Nincs másik út. De van. Még? Egy kicsit? Csak még egy kicsit? Most már ehetünk pizzát? Vigyük el Lessinek! Igen! Ez az út a völgybe visz? Igen, a régi útra vezet ki a bár mellett. Jó! Apa! Hé! Kérem! Álljon meg! Állj! Maradjatok itt! Egy jávorszarvas elállta az utat. Ki kellett térnünk, hogy ne üssük el, és beleszaladtunk ebbe a sziklába. A feleségem segítsen! Mi történt, Mr. Parker? Itt kell maradnom, hogy segítsek nekik. A felesége rossz állapotban van. De mi lesz Mrs. Lee-vel? Vigyétek el az ellenmérget. De hogy? Kilométerekre vagyunk a völgytől. A híd a domb lábánál van, ott biztos van térerő. Ha még sincs, sétáljatok tovább, amíg el nem éritek a főutat. Hívjátok fel anyát, vagy keressetek valakit. Biztos vagy ebben? Teljesen biztos. Kettőtökre, hármótokra rábíznám az életem. Oké. Ez az én lányom. Na, indulás! Vigyázz rájuk, jó? Gyerünk! Hello, Graham Parker vadőrt hívta, most nem tudom felvenni. Remélem, már úton vagy. Álljunk meg, nézzük meg a telefont. Kéne lennie téderőnek. De nincs. Akkor menjünk tovább. Gyalog? Legalább egy óra, mire elérjük a főutat. Egy óra gyalog. De gyalogolnunk kell. Nem kell. Ismerem a férfit, aki abban a faházban él. Kölcsön adja a kenuját. A völgy fél órára van innen. De nagyon vad erre a víz. Én már háromszor kenúztam rajta.
És mi van a piszlánk vízeséssel? Nem megyünk el addig, van egy híd előtte. Ott szállunk ki. Hé, nyugalom! Nem ér le a lábam a földre. Olyan jól indult ez a nap, de már csak baj van vele. Kösz szépen, Biff! Srácok, tegyétek le, mutatnom kell nektek valamit. De be kell vinnünk a pajtába. Hagyjátok, gyerünk! Kösz szépen! Útmunkálatok? Egy turista mondta. Oda tudnál menni, hogy találkozz velük? Miért nem viszed őt oda? Bár tudnám, de nem akarom, hogy mozogjon. Gyenge és... sietned kell. Rendben. Ne aggódjon, Mrs. Lee, minden rendben lesz. Nézzétek, Mrs. Lee! Nem néz ki túl jól. Megmondtam. Nagyon beteg. De mit tehetnénk? Gyerünk! Szegény Mrs. Lee egész nap ezt a szobát takarította. És most nézzetek rá! Fel akarsz takarítani? Ez a legkevesebb. Mi csináltuk a koszt? Akkor csináljuk! Sziasztok, gyerekek! Köszönjük! És vigyázzatok magatokra! Viszlát! Oké, menjünk le a folyón! Előre! Mi ez a zaj? A hódpatak gyors része. Ne szálljunk ki felmérni! Ne, túl veszélyes, jobbra kell tartanunk! Leszi, nem akar jobbra menni. Tavaly úgy mentünk. Nem is tudom. Fa! Balra! És most jobbra! Esküszöm, nem volt ott tavaly a farönk. Semmi baj, itt van Leszi. Nagyon gyors a patak. Igen, jó időt futunk. Hamarosan a hídnál leszünk. Remélem. Aggódsz. Gyorsan megyünk, de lejjebb még ennél is gyorsabb lesz. Értem már. Mindjárt elérjük a pisztolypatakot, ez a legsebesebb zúgó a folyón. Mernünk a vizet. Nem, ne! Hagyd! Ha nehezek vagyunk, nem borulunk fel. Igazad van, menjünk tovább. Evesz tovább! Légy óvatos, Leszi! Várj! Megvan még az ellenméreg? Megvan! Graham, állj!
Bess, mit csinálsz te itt? Sarah küldött az ellenméregért. Hogy van, Mrs. Lee? Nem jól. Elég gyenge volt, amikor eljöttem. És az ellenméreg... Nincs. Lemaradtam. Zoe-nak adtam. Mrs. Lee-hez indult. Nem hívott fel téged? No. Nem. Nincs térerő. Hol lehetnek? A folyón. Nézd! Szokott lenni egy kenu a parton. Eltűnt. Persze. Így lehet leggyorsabban a völgybe jutni. A vízesés előtt fognak kiszállni a hídnál. Oké. Jobb lesz, hogyha oda megyek. El tudnád vinni őket a völgybe? Megkérhetlek? Persze. Gyertek. Elviszlek titeket. Köszönjük. Köszönjük. Ne aggódj, elviszlek a kórházba. Most már ki kéne szállnunk? Kifogunk, ott, a híd mellett. Megvagytok. Apoz! Oké, evez! Túl nehezek vagyunk! Nem mozdul! El fogjuk hagyni a hidat! Sikerülnie kell! A pisztránk vízesés előttünk van! Zoe! Harvey! Apa! Kapjátok el! Kész vagytok? Most! Maradj itt! Ne! Ha?
Legjobb. Nem sérült meg? Itt az ellenméreg. Semmi baja. Menjünk. Meg is vagyunk. Vége. Hogy van? Sokkal jobban. Nektek köszönhetően. Lassie nélkül nem ment volna. Természetesen. Milyen csodás kislány vagy. Biztos, hogy nem marad itt ma estére? Nem. Még be kell fejeznem pár dolgot otthon. Gyerünk! Oh, itt is van. Nem tudom, miért nem találtam meg eddig. Tessék, a három kis hősnek, akik megmentették az életemet. Köszönjük! Most alakítjátok a történelmet. Úgyhogy amikor valami csodálatosat tesztek, tegyetek egy emléket a dobozba. Mint ma. Kösrácok! Mi van az ajándékoddal Lassie-nek? Inkább szedek neki virágot. Szóval, ki szeretne pizzát? A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László.